kérdéssel a két percben. Elnök úr, tisztelt államtitkár úr, én a hat törvényt, tehát a saláta törvényben a hat törvényt módosító erőterjesztésből csak egyetlen részhez szeretnék hozzászólni, amely a munkatörvénykönyvét úgy módosítja, vagy úgy is lehet eltérni a munkatörvénykönyvétől a jövőben, ha ezt elfogadjuk, a kollektív szerződésben, ami nem kerül kifejtésre, hogy csökkenti a kollektív szerződésben a munkatörvénykönyv adta lehetőségeket, vagy kollektív szerződésen növelheti. Én egyre térek ki, mindössze a tankerület, tehát a klikkféle közalkalmati foglalkoztatottak esetére, amikor ugye már elhangzott, hogy az igazgatónak nincs valóságos munkáltatói jogköre. Gondolná az ember, hogy a tankerületi igazgatónak, aki ugye 15-20 iskolának a főigazgatója, vagy valami hasonló, azt gondolja az ember, hogy ott viszont van munkáltatójuk, de valóságban neki sincs igazi joga, hogy hol lesz az a jog, az a mondjuk egy Budapest esetében két kerületnek van egy tankerületi igazgatója, kinél van a jog, vagy a budapesti tankerületinél lesznek ezek a jogok. A következőt látom belőle azt, hogy ezzel a megállapodással, a kollektív szerződéssel egyik iskolában, a másikba, akár három iskolában is jön össze a 8 órája annak a tanárnak, akinek az órája a saját iskolájában nem tud összejönni, és a jövőt illetően ezzel a módosítással már nem kerülhet munkahelyi bíróság elé az a vita, hogy a történelem tanár tanít még három iskolában is történelmet, hogy összejönnek az órái, hanem ennek a módosításnak keretében a közalkalmat oda megy, ahova küldi a munkáltatója, mert olyan kollektív szerződést fognak elfogadni, hogy ezt kell tennie. Köszönöm szépen. Köszönjük, képviselő úr.